Sziasztok, szép napot, szupercsapat! Én Talassa vagyok, ezúttal is egy kedves nézőmnek a kérését fogom teljesíteni, ismerd meg videó fog következni. Olyan régen volt már ilyen beszélgetős videó ezen a kanapén, hogy komolyan mondom, kezdek zavarba jönni tőle. Mert persze voltak beszélgetős videók, többek közt ott az asztalnál, amikor elmondtam, hogy miért nem szerettem az általános iskolát, volt róla szó, hogy hogyan tudtok könnyebben tanulni, csináltam videót a tetoválásomról, voltak főzős videók, meg mindenféle, de hát ilyen beszélgetős videó már nagyon régen volt, ahol konkrétan a videóban minden cél nélkül csak saját magamról beszélek, szóval igen. Egyébként ezt a videót Dóra T. inspirálta, mert ő az egyéves a YouTube csatornám videó alá írt egy jó kis hosszú kommentet, ahol több kérdést föltett nekem, ami esetleg titeket is érdekelhet, és őszintén szólva ez a komment már 5 hónapja mozgatja a fantáziámat, viszont még át kellett gondolnom, hogy szeretném-e ezt a videót elkészíteni, vagy nem. Ugyanis a csatornámat én azért hoztam létre, hogy tudjalak titeket inspirálni. Néhány kommentből egyébként látom, hogy ez az inspirálás sikerül. Volt egy időtakarékoskodó videóm, ahol elmondtam, hogy péntekenként én amíg fő a kaja a hétvégére, addig gyorsan kimosok és kitakarítok, és akkor a hétvégén már úgymond szabad. És van ott egy komment, ami igazából tök jó érzéssel töltött el, hogy valakit inspiráltam arra, hogy akkor könnyebben álljon neki a takarításnak. Vannak olyan videók, ahol konkrétan látom azt, hogy mást inspiráltam mondjuk arra, hogy ő is megcsinálja a padlót ilyen öntapadós padlóval. Szóval ezek nagyon jó érzéssel töltenek el, és hogyha már csak egy ilyen pici-pici dologban tudlak inspirálni, az már nagyon király, mert hogyha egy pici dologban inspirálódsz, szerintem, akkor ez hozza magával a többi változást is. Megcsinálod a padlódat, akkor utána hát jó lenne a falakat lefesteni, vagy megcsináltam életem első kajáját, és tök finom lett, akkor legközelebb megcsinálok egy másik kaját, és megtanulok főzni, mert ez engem sikerélménnyel tölt el. Tehát, hogyha csak egy pici dologban tudnak inspirálni, és tudlak inspirálni arra, hogy jobban érezd magad a bőrödben, azáltal, hogy a videóimat nézed, az már nekem tök jó, és az nekem öröm. És viszont ezek az inspiráló videók szerintem, így útközben 5 hónap alatt nagy nehezen rájöttem, nem érnek semmit akkor, hogyha csak így a levegőbe pufogtatom az én okosságaimat. Mert hogyha nem ismertek engem, akkor nem leszek számotokra hiteles. Ha nem vagyok számotokra hiteles, akkor kevesebb embert tudok inspirálni. Úgyhogy végül is tök jó, hogy Dóra inspirált erre a videóra, és hogy ez a komment mindig ott mozgott a tudatomban, hogy de csak meg kéne csinálni ezt a videót. Úgyhogy most én fel fogom olvasni Dórának a kommentjét, meg ki fogom rakni egyébként a videóba is ezt a kommentet, hogy ti is lássátok. És szépen szakaszonként fogom megválaszolni a videót. Vagyis hát a kommentet. Na, értitek. Szia! Régóta, szinte a legelejétől figyelemmel kísérem a csatornádat. Nagyon kedves, okos és segítőkész nőnek tűnsz. Igen, köszönöm szépen. Ez... Igen. Nem szeretnék álszerény lenni, de nem szeretnék nagyképű lenni. Én azoknak az embereknek igyekszem segíteni, akik ők saját maguknak is próbálnak segíteni, és saját maguk is igyekeznek fejlődni. Nem tudok mindenkinek segíteni, de úgy gondolom, hogy ilyen szempontból régi értékeket vallok, hogyha valakinek csak egy pici dologban tudok segíteni, akkor az már megérte, akkor a napom már nem ment veszendőbe. Úgyhogy, és az engem most egy kicsit meg is hatott ez a dicséret, bocsi. Így igyekszem nem bekönnyezni. Ha megengednél egy építő jellegű kritikát,
bármikor szívesen fogadok építőjellegű kritikát. Az a helyzet, hogyha az építőjellegű kritika mondjuk egy olyan kommentben van becsomagolva, ami nem egy kifinomult ízlésre van, azt sem fogom törölni. Tehát, hogyha valaki azt írja le, hogy szarok a videóid, de így és így és így tudsz fejlődni, akkor azt a kommentet nem fogom törölni, még akkor sem, hogyha trágárság van benne, mert igyekezett valami olyan építő jellegű dolgot írni az illető, hogy hogyan tudok fejlődni. És úgy gondolom, hogy más stílusáért nem vagyok felelős. Ellenben a sima trollkodást azt szó nélkül töröm, méghozzá azért, mert ha csak valaki annyit ír példának okáért, hogy szarok a videóid, pont, vagy tök béna vagy, pont, vagy akármi, akkor azokat lehet, hogy igenis törölni fogom. Méghozzá azért, mert nem kötelességem eltűrni a szemetet. Na, ezt kifejtem kicsit jobban. Volt egy nagyon jó sorozat, amit én nagyon szerettem, szerintem ti is sokan láttátok, a Dr. House. És az egyik részben volt egy fiú, aki hát elég paraszt volt mindenkivel. Mindenkit elküldött a fenébe, az anyját, az orvosait, mindenkivel nagyon durva volt, mindenkivel nagyon tiszteletlen volt. És az a helyzet, hogy Dr. Chase az egyik vizsgálatnál nyugtatót adott ennek a fiúnak. A fiú anyja az teljes mértékben fölháborodott, hogy hát de beteg! És Chase-nek annyi volt a válasza, hogy igen, ha TBC-s volna, akkor is igyekezném meggyógyítani, de ne köhögjön rám. Igen, én úgy gondolom, hogy nem kötelességem a céltalan trollkodást, vagy a céltalan udvariatlankodást eltűrni. Úgyhogy ezek a céltalan dolgok, ezek így mennek a levesbe. Egyrészt, másrészt egy olyan hasonlattal tudnám ezt még érzékletesebbé tenni, hogyha én kimegyek mondjuk egy parkba, vagy egy erdőbe, akkor én szeretem a virágokat, szeretem a fákat, szeretem a lombokat nézegetni, hogy milyen gyönyörűen süt át rajta a napfény, de nem szeretem a szemetet nézegetni, amit más ember ott hagyott. Szeretem az avart. Gyönyörű, szép, amikor lehullik a fákról ősszel a levél, de elfogadom, hogy ezek a levelek el fognak rohadni, de az a természet része, az ott van. De az emberi szemét az nem, azt nem fogadom el. Oké, elfogadom, mert nyilván nem fogok szemetet szedni. Egyébként szoktam más ember után szemetet szedni, csak mert csípi a szemem. De pont ugyanígy vagyok a kommentekkel is. Hogy elfogadom azt, hogyha valakinek nem kifinomult a stílusa. Elfogadom azt, hogyha valaki nem úgy írja az építő jellegű kritikát, hogy a legszofisztikáltabb. Viszont a céltalan szemetelést azt viszont nem. Ennyi. Szóval építő jellegű kritika az jöhet. Jut is eszembe! Minden videómban szoktalak kérni titeket arra, hogy írjatok kommentet egy adott témával kapcsolatban, írjátok le, hogy mi a véleményetek, ebből tudok adott esetben inspirálódni, írjátok le, hogy milyen dolgokra vagytok kíváncsiak a csatornán. Légyci, ragadjatok billentyűzetet! Nagyon szeretném olvasni az ötleteket, hogy miről készítsek videót. Ugyanis úgy szoktam fejlődni a videózásban, eddig legalábbis, hogy megkérdezem a barátaimat, megkérdezem a családomat, ők mire lennének kíváncsiak. Viszont ez egy szűk kör. De hogyha én ezt a szűk kört kérdezem, akkor egy szűk körnek készülnek a videóim. De hogyha ti is leírnátok kommentben, hogy milyen ötleteitek vannak, mik a vélemények, akkor egyrészt tudok fejlődni, másrészt olyan videókat tudok készíteni, ami számotokra sokkal érdekesebb lehet. Mert vannak videó ötleteim, és vannak olyan videók, amik nagyon szeretném őket végre elkészíteni, de nem öncélulag készítem ezeket a videókat, hanem számotokra készítem a videókat. Úgyhogy írjátok le az ötleteket, hogy olyanokat tudjak készíteni, ami nektek inspiráló. Na,
haladjunk tovább. Szóval az építő jellegű kritika az jöhet bármikor. Szubjektív véleményem, hogy smink nélkül sokkal szebb vagy és fiatalabbnak tűz. A sötét smink mindenkit öregít, mondjuk, de lehetnél többet smink nélkül esetleg, vagy kipróbálhatnál világosabb sminkeket is. Ez a rúzs és a sötét smink nem olyan előnyös neked. No, én ebből a sminkelős témából egy pár dolgot igyekeztem néha napján megfogadni. Van egy-két olyan videóm, ahol vagy nincsen rajtam smink, vagy ilyen vidámabb és kevésbé borongós, világos cucc van az arcomon. Szeretem őket, de jobban szeretem ezt a sötétebb stílust. És emlékszem rá, gyerekkoromban volt egy film, amit a barátnőmmel együtt néztünk, hát 11-12 éves korunkban nézegettünk már ilyen thriller, meg horror filmeket, csak mert nem volt jobb dolgunk, és az egyik ilyen filmben, a Bűvölet című filmről beszélek, volt egy lány, Nessie, akinek hasonló stílusú volt a sminkje, és nekem nagyon-nagyon tetszett ez a smink, annyira úristen, meg a stílusa is egyébként ennek a karakternek, és hát akkor még én nem kezdtem el sminkelni, nyilván 11-12 évesen nem is nagyon engedték volna a szüleim, hogy sminkeljek, viszont amikor bekerültem középiskolába, akkor láttam, hogy több embernek hasonló stílusa van, mint a filmben Nessie-nek. Úgyhogy én elkezdtem hasonló stílusban öltözködni, mert ez a stílus nekem nagyon tetszett, tudjátok, ez a kicsit metal, kicsit gót stílus, sötét sminkkel, ez úgy tetszik. És igen, innen vettem az inspirációt erre a sminkre, és régen egyébként, ha megtalálom a fényképet, akkor be fogom rakni a videóba, ennél sokkal sötétebb volt a sminkem, sokkal sötétebb, fú, ilyen fekete kész. És hát mondjuk szüleim nem annyira örültek neki, de én legalább boldog voltam vele, viszont a mostani sminkjeim a régihez képest már egészen világosak. Úgyhogy nem ismertetek akkor, úgyhogy de be fogom rakni, ha megtalálom a képet, mert anyukámiktól hoztam el egy csomó képet, akkor be fogom rakni videóba, hogy lássátok, miről van szó. De igen, egyébként igyekszem ezt a kérést figyelembe venni, úgyhogy van olyan videóm, ahol nincsen rajtam smink, és van olyan videóm, ahol sokkal-sokkal világosabb smink van rajtam, mint ez. De most ehhez volt kedvem. Persze gondolom ez tetszik neked, ez a stílusod, azért én mégis leírtam építő jelleggel, ha nem bánod. Nem bánom, sőt, mondom, van olyan videó, ahol kevésbé hangsúlyos a sminkem, mert volt olyan videó, ahol ezt a tanácsot megfogadtam, köszönöm szépen. Ami érdekelne, és szerintem még sokakat, ha kicsit többet mesélnél magadról, persze, ha szeretnél. Hát eddig nem annyira szerettem volna, de rájöttem, hogy ez hasznos lehet, úgyhogy készül is a videó. Mi az igazi neved? A teljes nevemet nem szeretném elmondani, mert egyelőre nem. A nevem Victoria. Hány éves vagy? 33. Mivel foglalkozol, mi a munkád? Irodai munkát végzek, nem fogom elmondani, hogy hol és hogy mivel foglalkozom, ugyanis nem valószínű, hogy a munkahelyem ennek örülne. Maradjunk annyiban, hogy asszisztens vagyok. Mióta élsz Pesten, vagy mindig ott laktál? Budapesten születtem, Budapesten nőttem föl, de imádom vidéket, mert nagymamámnál nagyon-nagyon sokat nyaraltam, és úristen, imádtam. Sőt, volt olyan, amikor télen voltunk lent nagymamámnál, vidéken, és imádtam a teleteket is lent, mert sokkal nagyobb volt a hó, sokkal meghittebb volt a karácsony egy kicsi házban, és van nagyimnak egy kandalója, és hát nem kandaló, mi ez? Kályha. És a kályhában imádom a tüzet nézni, és úristen is király.
És Nagyimnál egyébként, mivel annyira nem is volt kedve szerintem így minden talán tenni, meg mindenben segíteni, de valahogy önállóbb voltam. És én ezt élveztem, hogy önállóbb vagyok. Mert volt olyan, hogy Nagyim nem érkezett megcsinálni a kertjét, és mondta, hogy pedig már milyen jó lenne kigazolni, meg kikapálni a kertet, és egyszer szépen fogtam, elkezdtem kikapálni, kigyomlálni a kertjét, és nagyon örült neki, mert mire hazaért, addigra megvolt, és utána tök jó volt, mert utána a virágait én locsoltam, meg segítettem neki locsolni a virágokat, meg úristen, hányszor végignéztem, ahogy főzött, és ú, de jó volt, mert volt olyan, hogy ő még kézzel gyúrta a tésztát, az ilyen levesbetéteket, ilyen cérnametélt, meg mit tudom én. Egyébként szeretnék majd ilyen tésztákat megtanulni gyúrni, csak még eddig nem volt rá alkalmam, hogy ezt elsajátítsam tőle. Viszont egyszer azért úgy megtanulnám, hogy hogyan kell cérnametéltet csinálni, vagy csigatésztát csinálni, mert olyan izgalmas egyébként, meg isteni finom volt. Nagyon sokszor volt olyan, hogy nagymamám meggyúrt nem tudom hány levél tésztát, azok ugye kiszáradtak, és nem kellett a boltban vásárolnunk ezeket a tésztákat, és sokkal finomabbak voltak ezek a tészták, mint amiket a boltban megvásárolhatsz. Úgyhogy igen, ez még egy kihívás számomra, de eredetileg nagymamámtól szeretném megtanulni, viszont az a helyzet, hogy koronavírus. Már most éppen tetézve eddig is. Volt olyan, hogy mondtam Nagyimnak, hogyha lemegyünk hozzá, akkor mutassa meg, hogy hogyan kell ilyen tésztákat gyúrni, akkor egyszer-kétszer nem volt rá alkalom, mert éppen teljesen más dolgokkal voltunk elfoglalva, meg örültünk egymásnak, meg beszélgettünk, meg mit tudom én, és idénre meg bejött ez az koronavírus, és idén meg nem tudtam hozzá még lemenni. Nem akarom, hogy beteg legyen, úgyhogy majd jövőre hát, ha sikerül. Csak már sikerüljön. Ha más nem, akkor meg van egy szomszédom, aki szintén tud még kézzel készített tésztákat csinálni, ilyen levesbetéteket, és akkor majd tőle megtanulom, de elsődlegesen inkább a mamától szeretném megtanulni. Úgyhogy igen, én azt szoktam mondani, hogy félig városi lány vagyok, félig pedig parasztlány. Ugyanis volt egy álmom, ahol konkrétan azt álmodtam, hogy egy buszmegállóban vagyok, így a vidék és a városnak a határán, és nem tudtam eldönteni, hogy hová induljak tovább. Hogy vidékre szeretnék menni, vagy városba szeretnék menni, mert vidéken imádom azt, hogy kimegyek a kertbe, és rögtön ott van körülöttem a zöld, és ott van, ha szeretném, akkor 5 perc sétára az erdő, és imádom a természetet, és imádtam nagymamámnál megcsinálni a kertet, és annyira tök jó volt, a keresztüleim azok nem messze laktak Nagyimtól, és ők tartottak állatokat, és volt, amikor az állatok gondozásába segítettem, volt olyan, hogy keresztapám fogott halat, és hát mondjuk a halpucolásért nem rajongtam, de láttam, hogy kell, aztán én szeretem az ilyeneket, na. De a másik oldalról meg imádom a városi nyüzsgést. Imádom azt, amit nem tudom, 5 perc és eljutok egy színházba, egy koncertre, el tudok jutni egy körmöshöz, egy fodrászhoz, egy akárhova. Tehát, hogy mindegyiknek megvan az előnye, és én lehet, hogy szentimentális vagyok, de így az előnyeit látom mindegyiknek, a hátrányait látom, de nincsen olyan, hogy gondtalan élet. Boldog élet van, véleményem szerint, de gondtalan élet nincs. Tehát persze vidéken nehézség az, hogyha nem esik az eső, és a kertben nem terem meg az a zöldség, amit te elültettél, ugyanakkor meg tudsz rocsolni alternatívaként. Viszont a kertben termesztett zöldségek finomak. Sokkal finomabbak, mint amiket zöldségesnél lehet kapni. Viszont
a városban nagyobb a nyüzsgés, könnyebben elérsz dolgokat, amiket szeretnél, színház, mozi, bármi. Ugyanakkor néha a tömegközlekedés az ilyen haláli, ha meg autóba ülsz, pláne, tehát főleg az ilyen esti dugók. Tehát mindennek megvan a pozitív és a negatív oldala. Mindegyiket látom is, de nem tudok dönteni, hogy melyik a jobb. Még akkor sem tudnék, hogyha listát érnék pro és kontra, hogy melyik lenne a jobb. Na mindegy. Szóval igen, félig városi, félig parasztlány vagyok, én ezt szoktam mondani, mert ez szerintem így is van. Ja. Mik a terveid a jövőre nézve? Jövőre nézve. Akár videó formájában is. Ja igen, a kommentet megválaszolhatom videó formájában is. Hát, több tervem van a jövőre nézve. A YouTube videóimat szeretném még hasznosabbá és érdekesebbé tenni számotokra. Ez egy nagyon nagy terv, főleg úgy, hogyha nem kapok segítséget komment formájában. Igen, igyekszem szemrehányóan nézni, de lehet, hogy ez vicces volt. Na mindegy. Szóval igen, szeretnék majd tanfolyamokra elmenni. Szeretnék olyan coachképzésre elmenni. Én mondjuk jobban szeretem magyarul mondani, hogy tanácsadóképzés. Ami által tudom a videóimnak a minőségét, illetve az inspirációkat sokkal jobban érthetőbben, hasznosabban átadni nektek. Tehát egy ilyen képzés az tervben van. Szeretnék pszichológiai tanfolyamokra elmenni. Az egyik barátnőm pszichológiát végzett, és ő ezekben tud segíteni. Távolabbi terveim, nem biztos, hogy szeretnék egyetemre beülni pszichológia szakra, mert egyelőre még nem érzem szükségét, de elképzelhető, hogy majd 10-20 év múlva mégiscsak meggondolom magam. Egyelőre olyan tanfolyamokat szeretnék elvégezni, ami által az én videóim tudnak hasznosabbak lenni, és ami által jobban, hatékonyabban tudok nektek segíteni. Na most én úgy gondoltam, hogy jövőre, legkésőbb gyes alatt szeretném ezeket a tanfolyamokat elvégezni, megnézem, hogy mennyi időbe telnek a tanfolyamok, megnézem, hogy mi mennyibe kerül, és szépen folyamatába megcsinálni ezeket. Szeretnék gyereket. Na most koronavírussal vagyunk súlyosbítva. Hallottam egy-két olyan sztorit, hogy a gyerekvállalás a koronavírus alatt nehezített terep. Na most nem csak a koronavírus miatt nem vállalok egyelőre gyereket, de ez még egy plusz nehezítő tényező. Így szerintem a 5 éves, 6 éves tervemben benne van az, hogy gyerek. De még egyelőre nem. Tehát ha véletlenül mégis összejön a gyerek, mondjuk jövőre vagy következő évre, akkor nem fogom elvetetni. Azért nem, mert nem tudnék egy abortusszal élni a lelkemben. Viszont nem tudom, valahogy az nekem olyan, nem tudnám feldolgozni az abortuszt, mindegy, hagyjuk ezt, ne is beszéljünk róla, fúj. Viszont nem mostanában, mert szeretem a munkámat, és valahogy nem tudom elképzelni, hogy egy gyerek miatt, mindegy, értitek? Tehát, hogy így annyira távolinak tűnik még ez a dolog. Szeretnék gyereket, de még előtte ezt meg ezt szeretném. Na, szóval még nem az az elsődleges feladatom, vagy nem ez az elsődleges... mindegy. Mit lehet érdemes tudni rólam még? Például szeretnélek titeket inspirálni. Arra, hogy sokkal inkább tiszteljétek önmagatokat, és sokkal jobban tudjátok magatokat szeretni, illetve, hogy legyetek boldogabbak. Ez egy faramuci helyzet, mert elő szokott fordulni nálam, hogy
valamikor nagyon csúnyán magam ellen fordulok. Nem fizikailag, hanem lelkileg. Ez abban szokott megnyilvánulni, hogyha valami nem sikerül, akkor szoktam magamnak ilyen cuki dolgokat mondani, hogy olyan hülye vagy. Vagy szoktam magamnak még ilyen szép cuki dolgokat mondani, hogy ha ilyen béna vagy, akkor minek fogtál bele, meg stb. Viszont ez tény is való, hogy nálam régebben nagyon komolyan előjött. Tehát úgy értsd, hogy komolyan, hogy én ezt véresen komolyan gondoltam. A fejlődés nálam ott van, hogy bár még ott van bennem az, hogy néha kimondom ezeket az undormányokat saját magamra, hogy minek fogtál bele, hogyha ennyire béna vagy és nem tudod megcsinálni, stb. De már nem veszem ki véresen komolyan. Tehát előfordul olyan, hogy azt mondom magamnak, hogy ha ilyen hülye vagy, akkor ne fogjál bele, de nem veszem véresen komolyan, hanem már szinte röhögök a saját szavaimon, pontosan azért, mert már nem hiszem el őket. Nem hiszem el azt, hogy béna vagyok, nem hiszem már el azt, hogy hülye vagyok. Egészen egyszerűen csak, amikor így túlságosan meg akarok felelni egy elképzelésnek, amit én a saját fejemben, saját magamnak kiraktam, akkor ez így előfordul nálam. És akkor nagyon csúnyán összeveszek magammal, de a végén már röhögök magam, hogy jó, akkor cifrázzad még. És akkor cifrázom és kiadom a feszültséget, de már abszolút nem saját magamra értem, amiket mondok. Nem tudom, ez érthető volt, amit próbáltam nektek átadni? A másik dolog az, hogy igen, előfordul az, amikor eléggé csúnyán beszélek a videómban, néha egy-két trágár szó elhagyja a számot. Én azt gondolom, hogy igyekszem egyébként ezt eltenni, tehát hogy nem szép az, amikor egy nő úgy beszél, mint egy útszélikocsis, ez tény is való, viszont néha egy-két bazd meg, hadd férjen bele már a dolgokba, már csak azért is, mert egyrészt kreatívabb, másrészt néha nyomatékosító, amikor az adott mondatban benne van egy-egy figyelemfelhívó trágárság, szerintem. Ez például ott nagyon szépen leszűrhető, amikor az egyik barátnőm olvasta a Csernusnak a könyvét, azt hiszem, hogy talán a nőt, és abban volt egy-két ilyen, csak épp beszúrva egy-két ilyen nem éppen szalon kifejezés, és barátnőm eléggé fáradt volt, akkor volt kicsi a Márk, a kisgyereke, és folyamatosan ugye éjszakázott vele, viszont a könyv meg érdekelte, és mondta, hogy néha, amikor már úgy érzi, hogy nagyon fáradt, és így igen szeretné tovább olvasni a könyvet, de már így elkezdte elveszíteni a fonalat, akkor egy-egy ilyen erősebb kifejezés így felébresztette, hogy így, ja, igen, tényleg, olvasok, tényleg, úristen, miről volt szó? És akkor akár mondjuk egy mondatot visszaolvasott belőle, és könnyebben át is ment az üzenet ezekkel a kis nyomatékosításokkal, mint hogyha csak simán le van írva egy pozitív vagy akármilyen segítő szöveg. Szóval igen, nem ideologizálni szeretném azt, hogyha néhány mondatomba belecsúszik egy-két trágárság, de szerintem mindenki szokott csúnyább kifejezéseket használni. Aztán mit szeretnék elmondani? A videóimat, amik ilyen beszélgetős videók, egyébként nem szeretem vágni. Na most ezt úgy értsd, hogyha én leülök és egy gondolatmenetet kifejtek, tök mindegy, hogy miről, főzésről, olvasásról, de csak beszélek, vagy elmondom egy könyvnek a tartalmát, vagy elmondom egy témában a véleményemet. Nem szeretem a videóimat vágni, mert úgy gondolom, hogyha egy vélemény videót mondok, vagy egy reakció videót veszek föl, sokkal hitelesebb, amit mondok, hogyha nincs százfelé szabdalva. Nyilván vannak olyan videók, amiknél vágni szoktam, már csak azért is, mert túlságosan hosszú volna. Például a főzős videó, hogyha egy 3 órás főzős videót veszek föl, akkor azt megpróbálom emésztető formára összevágni, és akkor vannak benne vágások.
de csak a sima beszélgetős videókban nem szeretem a vágást, mert hiteltelenné teszi számomra a videót. Mit szeretnék még elmondani? Ja igen, olyankor szoktam a sima beszélgetős videókba vágni, hogyha köhögök, orrot fújok, vagy olyan tehát ezeket ki szoktam vágni, tehát olyan módon belekavarodok a saját mondandómba, és olyan módon elterelem a saját figyelmemet, hogy már régen nem a videó témájáról van szó, csak csaponganak a gondolataim. Na, ezeket ki szoktam vágni, ami nem releváns az adott videó témájával kapcsolatban, mert az oda minek, az csak az időt húzza. De igen, a témában maradva, a téma gondolataira fölfűzve egy videót nem szeretek vágni, ami csak simán beszélgetős videó. Ezt már elmondtam 26-szor, ja. Szóval, kifogytam abból, hogy mit is mondhatnék még magamról, úgyhogy ha valamire kíváncsi vagy, akkor légy szíves, írd le kommentben, kérdezz bátra, és legközelebb akkor csinálok a kérdéseitekből még egy ilyen kérdés-felelek videót. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, remélem, hogy megtudtatok rólam egy-két dolgot, ami érdekel titeket. Legyen szép napotok, elmentem főzni, sziasztok!